Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora augusztus 17-én szerdán. Óriási károkat okozott Szabolcs-Szatmár Bereg megyében az aszály, a veszteségekről is szó esik a mai műsorban. Nézzük a kínálatot. Energiaválság. Megindult a roham a napelemekért és a kandallókért. Légi felderítés. Repülőről is ellenőrzik a parlagfüvet a mezőgazdasági területeken. Kukoricabaj, ahol nem tudtak öntözni, szinte nem lesz termés idén. Fejlesztés. Megújul a nyíregyházi evangélikus általános iskola. Határvadászok. Elkezdődött a jelentkezők képzése Nyírbátorban. Jelentősen emelkedett a gáz és a villanyára mára augusztustól. Aki az átlag felett fogyaszt, többet fizet. A bejelentés óta a családok keresik annak lehetőségét, hogy csökkentsék a rezsiszámlájukat, ezért megindult a roham a napelemes rendszerekért és a kandallókért. Ez itt egy inverter, amit látunk. Ugye ennek a feladata az, hogy a napelemek által megtervelt egyenáramot váltóárammal alakítja, így kerül be a hálózatunkba, és ezáltal tudjuk elhasználni ugye a fogyasztóinkon keresztül az általa megtermelt energiát. Hát amit itt látunk kint, ugye nyilván ezek a biztosíték dobozai, ugye a hálózat felől túlfeszlevezető, egy négypólusú kis megszakító és egy főkapcsoló, nyilván ezeknek ugye a védelmi szerepe az inverter előtt, illetve az egyenáramú részről szintén van bent egy DC oldali túlfeszlevezető, és egy-egy, ez fontos, hogy polaritásonként van, egy-egy olvadó biztosíték is benne. Ezek biztosítják az inverter működését, és védik meg a túláramtól, vagy például egy villámcsapástól. Ez a külső egység is szükséges ahhoz, hogy a nap energiájával támogassuk például lakásunk melegen tartását. Itt pedig már a rendszer belső egységét mutatja a szakember. Egy elektromos fűtőtest, ebbe egy kerámia fűtőszál van. Alumínium bordázatra vezeti el a hűt, és fontos volna tudni, hogy nem fúvással, tehát hogy nem áramoltatja a levegőt körbe, nincs benne ventilátor, hanem ugyanúgy, mint egy teljesen alapradiátor működik. Hasonlóan működik, mint egy radiátor, csak dizájnosabb, hosszú távon gazdaságosabb, és a 21. századnak megfelelően okos megoldásokkal felszerelt. Nyilván mindenki, aki valamilyen szinten önellátó akar lenni, annak ajánlott, hogy ha teheti, akkor vegyen ugye napelemes rendszert. Hát, hogy kinek ajánlanám, nyilván azoknak, akiknek magas a villanyszámlája, mert minél alacsonyabb, annál több a megtérülési idő is, még így a 80 forintos kilovattárnál is. Hát azt mondom, hogy inkább azoknak, akik valamilyen szinten alternatív fűtésbe szeretnének belefogni, tehát hogy a gázt esetleg leselejteznék, és valamilyen elektromos fűtésre váltanának át, vagy esetleg hőszivattyúra, azoknak ez nyilván kedvezőbb lesz évek alatt. Ezek a napelemek az eddigi számítások szerint körülbelül 7-8 év alatt térülnek meg, ha valaki saját zsebből szeretné finanszírozni. A megemelt áramárak miatt viszont ez úgy tűnik, lerövidül 4 évre. Tavaly év végén ráadásul indult egy pályázat, amelynek keretében közel 100 milliárd forint összértékű állami támogatásra lehetett pályázni. Már ekkor megnőtt az igény a napelemek iránt. A nemrég bejelentett rezsicsökkentés szigorítások miatt pedig ez a kereslet még tovább erősödött. Az igények száma az nyilván drasztikusan nőtt. Mi például idénre már nem is tudunk munkát vállalni, de hát ez nyilván annak köszönhető, hogy itt az emberek valamilyen szinten pánikromszerűen jönnek és akarnak vásárolni. Valakinek még emiatt sem kell aggódni, hiába történt ekkora nagy áremelés, mert tehát a villanyszámláig az elenyésző lesz még így is. Tehát, hogyha valakinek csak a különbözet után kell megfizetni, ez lehet, hogy éves szinten csak ilyen 20-30 ezer forintot fog jelenteni, azért nem feltétlenül kell napelemes rendszerbe belefogni. Nyilván nálunk az igények azok most úgy alakulnak, hogy ilyen heti szinten 20 és 30 megrendelésünk van. Ez nyilván számunkra jó, csak már az a helyzet, hogy már ebben az évben nincs is annyi nap, amennyi munkát fel tudnánk venni. A tavaszi számítások szerint a 3,5 kW feletti rendszerek árát teljes egészében, az ennél kisebbekét pedig nagyon nagy arányban fedezte volna az állami támogatás. Azóta viszont az infláció és a forint gyengülése drasztikusan megemelte számos termék árát. Emiatt néhány százezer forintos önerőre valószínűleg a pályázók többségének szüksége lesz. Információink szerint, aki ezt nem tudja vagy nem akarja vállalni, a támogatói okirat készhezvétele után is visszaléphet és lemondhat a támogatásról.
Kandalló és cserépkályha vásárlásra és beépítésre ugyan nincs pályázat, a rezsicsökkentés szigorítása és a bizonytalan kilátások miatt azonban sokan ezt az alternatív lehetőséget is szívesen választanák. Legalábbis ezt mutatja az, hogy ugrásszerűen megnőtt az üzletek forgalma. Ezek egyszerű, falba beépíthető kandallók, amelyeket akár már 100 000 forintos áron is meg lehet vásárolni. Ez a zöld kandalló viszont már több 100 000 forintba is kerülhet. A rezsicsökkentés módosításának bejelentését követő napokban jelentős mértékben megnövekedett a vásárlók igénye a fa tüzelésű berendezések iránt. Pár nap alatt elfogytak a szabadon álló kandallók és a beépíthető tűztérbetétek. Elég nagy kihívást jelent most ezeknek a kiürült készleteknek a pótlása, mivel egyes esetekben ezen termékek beszerzésének átfutási ideje nagyon megnövekedett, egy bizonyos típusoknál akár a 2-4 hónapot is eléri. A korábbi időszakokhoz képest nagyon megnövekedett a cserépkályha építése iránti kereslet is, viszont itt is nagy gondban vagyunk a cserépkályha építéséhez szükséges csempék beszerzésével. Itt szintén a megnövekedett igények miatt a gyártók a csempe gyártás idejét 4 és 6 hónapban jelölik meg, tehát ennyi idő alatt készül el a megrendelt csempe. A kandallókat pedig nem csak megvásárolni kell, szakszerűen is kell bekötni a kéménybe. A vásárlóknak mindenképpen elsősorban azt javasolnám, hogy szakember segítségét kérjék már a készülékek megvásárlása előtt. Tehát nálunk is a kandalló építő, cserépkályha építő mester kimegy a helyszínre, ott felmérik, megvizsgálják a kéményt, abban milyen készülék köthető be. Tehát mindenképpen azt javaslom, hogy szakember segítségét kérjék már a vásárlás előtt is. Vannak esetleg olyan típusok, amelyek nagyon kellendőek, vagy most mindenfélét visznek? Hát gyakorlatilag mindenfélét visznek, de legkellendőbb a szabadon álló kis kályhák, kandallók, csempés, öntvény vagy lemez változatban, mert ezek bekötéséhez nincs szükség szakember segítségére, ezt akár a vásárló maga is bekötheti, de én még ebben az esetben is inkább szakember segítségét javasolnám. Már csak azért is érdemes a legegyszerűbb kandallók esetében is szakemberre bízni a bekötést, mert így minimálisra csökkenthetőek a későbbi problémák, számos veszélyt lehet kiküszöbölni. Elsősorban a kéményt meg kell vizsgálni, főleg ha hosszú évek óta nem volt használva az a kémény, akár madár beleesett, vagy valami koszolódás van, vagy beesett a tégla, és akkor már ugye nem fog tudni megfelelően működni a készülék. És hát ugye mindenképpen a kémény méret nagyon fontos, mert a kis kéményben nem lehet nagy üveges készüléket bekötni, mert akkor vissza fog füstölni, tehát nem fog tudni megfelelően működni az a készülék. Minden esetben szakember segítségét kérném. Egy kandalló, cserépkályha, vaskályha, vegyes tüzelésű kazán, sőt egy fali vízmelegítő is veszélyforrás lehet, ha működtetések közben nem biztosított a megfelelő levegő utánpótlás. Az eszköz használata során mérgező gáz fejlődhet. Ezért javasolják a katasztrófa védelem szakemberei, hogy a lakásban több helyen is legyen elhelyezve füstérzékelő, ezzel is megelőzve a nagyobb bajt. 2022 első negyedévében 29-szer riasztották szénmonoxid miatt a megyebeli tűzoltókat, 16 helyszínen volt tűzoltói beavatkozásra szükség, 2 halálos szénmonoxid mérgezés történt térségünkben, Szakolyban és Petneházán. Aki azonban úgy dönt, hogy akár a kandallót, akár a napelemes fűtést választja, annak mindkét megoldás esetében több hónapos, rosszabb esetben akár fél éves várakozással is számolnia kell a megnövekedett kereslet, a kifogyott raktárkészletek és a munkaerőkapacitás hiánya miatt. Légi úton repülőről is ellenőrzi a megyei kormányhivatal a parlagfű terjedését a mezőgazdasági területeken, ahol szennyezett földet találnak, figyelmeztetést küldenek a gazdáknak. Az idei aszály miatt kevesebb a parlagfű is a földeken. Forog a propeller, indul a parlagfű légi felderítése ezzel a Nébi által finanszírozott ultrakönnyű kisrepülővel. 20 liter üzemanyagot fogyaszt, 130 km/órás sebességgel tud repülni, és másfél órát tölt a levegőben. Ezen a térképen jól látható, hogy szerdán 3 kört tett meg a repülő a megye nyugati részén, másnap pedig a keleti részeket vizsgálták meg parlagfű fertőzöttségi szempontból.
Évek óta hagyomány, hogy nem csak szárazföldön, de légiúton, drónnal, helikopterrel, vagy ezzel a kisrepülővel is zajlik a felderítés a megyében. Évek óta alkalmazunk ezt a módszert, hol helikopterrel, hol pedig kisrepülőgéppel, és azt mondhatom, hogy ez egy rendkívül eredményes felderítési módszer, tehát a repülőgépről vagy a helikopterről bármit lehet látni a táblában. Egy hagyományos földi felderítésnél gyakorlatilag a tábla közepét nem látják a kollégák, tehát azt mondhatjuk, hogy ez a legeredményesebb felderítési formája a parlagfűfertőzöttségnek. Így tehát a mezőgazdasági táblák közepét is látják a szakemberek. A hatékony felderítés érdekében évente kétszer repülnek, augusztus elején és szeptember végén. Ez gyakorlatban úgy működik, hogy egy pilóta és egy szakember ül a gépben. A felszállást követően egy útvonalterv alapján repüljük azt a vonalat, ahol felderítés történik. A repülőgép szárnyán egy 4K-s kamera van föltéve, amely 3 másodpercenként fényképet készít a lerepült földterület fölött. Ezt követően ezeket a képeket mi letöltjük erről a gépről, koordinátával természetesen átadjuk a földhivatalnak, a földhivatal munkatársai a felvett területeket beméri, jegyzőkönyvezi, azt követően egy parlagfűinformációs rendszerben átadja a növény- és talajvédelmi osztálynak, amely alapján az eljárást elindítjuk a gazdálkodókkal szemben. A légi felderítéssel nem csak a parlagfűves területeket látják a szakemberek, más gyomossági, vetési hiba is előkerülhet, de jól látható az elmúlt 50 év legsúlyosabb aszálya okozta kár is. Ez rendkívül súlyosan érinti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Így viszont a parlagfű növekedése is kisebb mértékű volt a térségben. Sajnos azt kell mondanom, hogy az aszálykár, vagy az aszály az a megyét is rendkívül súlyosan érinti. Ennek következtében viszont a parlagfű növekedése is, illetve az a terület, amit borít a parlagfű, a sokkal szerényebb vagy csekélyebb mértékű, mint a korábbi években. Azt mondhatjuk, hogy a területek borítottsága az a korábbi évek 20-25%-át teszi ki, tehát jelentősen kisebb a parlagfű fertőzöttség, mint a korábbi években. A gazdákban is azért az elmúlt években tudatosodott az, hogy a parlagfű fertőzöttség az humán egészségügyi, agrotechnikai, illetve gazdálkodási problémákat okoz. Tehát azt látjuk, hogy van egy felelős gazdálkodás a termőföldek tulajdonosai részéről, illetve el kell mondani azt, hogy a tavaszi gyomirtós védekezés az eredményes volt, és hát ugye már látjuk azt, hogy a földek jelentős részén betakarításra került a termény, a betakarított területeken viszont eredményesen el kell végezni a tarlóhántást a parlagfű elleni védekezésnek a minél sikeresebb megvalósítása érdekében. A szárazföldi felderítés már korábban elkezdődött, így júliusban 14,5 hektár területet vizsgáltak át, és 11 gazdálkodót szólítottak fel a mentesítés elvégzésére, akik ennek eleget is tettek. Így sem közérdekű védekezést, sem növényvédelmi bírságot nem kellett kiszabni. Augusztus első hetében viszont már 18 hektárt érintően 5 ingatlan tulajdonossal szemben rendelték el a közérdekű védekezést. Itt már a szankcióktól sem lehetett eltekinteni. Azt kell mondanunk, hogy hál' Istennek nagyon kevés szankciót kell alkalmaznunk, tehát az egész parlagfű felderítésnek és a parlagfű elleni védekezésnek nem a bírság kiszabása a célja, hanem a felelős gazdálkodásnak az elősegítése, illetve annak az elérése, hogy minél kisebb területek legyenek fertőzöttek. Július hónapban körülbelül 14 hektárt érintően 11 gazdálkodót szólítottunk fel a mentesítésnek az elvégzésére. Ők eleget is tettek, tehát sem közérdekű védekezést, sem növényvédelmi bírságot nem kellett kiszabnunk. Augusztus hónapban pedig körülbelül 18 hektárt érintően 5 ingatlan tulajdonosával szemben került elrendelésre a közérdekű védekezés, itt viszont a szankciótól sem lehet már eltekinteni. A bírság 15 ezer forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet a terület nagyságától függően. Az igazgató ugyanakkor azt is hozzátette, a cél nem a bírságolás, hanem a megelőzés. Szinte teljesen megsemmisült a kukoricatermés idén a kiszáradt megyei földeken. Ahol tudtak öntözni, ott hektáronként 150-180 mázsát tudtak betakarítani, ahol viszont nem, ott mindössze 20-30 mázsát.
így nem csak az idei, de a következő évi termés is veszélybe került. Zöld és viszonylag magas, ráadásul csövet is hozott a csemege kukorica gyulatanyán. Ne tévesszen azonban ez meg senkit, itt nap mint nap öntözték a növényt. Az elmúlt 100 év legszárazabb nyarán erre szükség is volt, csak így lehetett valamennyit betakarítani belőle. Semmilyen optimális dolgot, miót nem tudok elmondani időjárás szempontjából, szóval a legcsapadékszegényebb év volt. Májusban 4,8 mm csapadékunk, úgy júniusban egyik nap 7, másnap 15, utána nagy-nagy szünet, és 3 héttel ezelőtt volt, hogy egy csapadékunk. Tehát a kukorica, illetve az összes növényre mondom, ez búza, repce, tehát mindenre nagyon-nagyon megérezték a növények ezt a csapadék szegény időjárást. Erre az időjárásra sajnos egyik sem nagyon tud reagálni rendesen, tudnék, ez az iszonyatos légkörű a száj, illetve az UV-sugárzás tönkreteszi úgy a áru kukoricát, mint a csemege kukoricát. Egyetlen egy van, hogy ugye csemege kukoricát öntözés nélkül nem szabad termeszteni, de ez a 5-6-szori öntözésnél lehet elérni azt a termést, amit az elmúlt években normál körülmények között értünk el szinte. Ez pedig meg is látszik a terméshozamon. A rendszeresen öntözött csemege kukoricából hektáronként 150-180 mázsát tudtak betakarítani. Az egyáltalán nem locsolt területeken azonban legfeljebb 20-30 mázsa termett. Augusztinyi András úgy látja, az idei év után rövid időn belül sokan hagyhatnak fel a kukorica termesztéssel, szeptembertől ráadásul további drágulással kell szembenéznie a termelőknek. Messze elmarad az elmúlt évektől, tehát ami többször volt öntözve, az olyan 150-180 mázsa, ami egyáltalán nem volt öntözve, az 20-30 mázsa. De hangsúlyozom, tehát öntözés nélkül nem szabad csemege kukoricát termeszteni. Ez az öntözés az eléggé költségigényes, és különösen majd most jött ez az új törvény, ugye ez az energiaárral kapcsolatban, illetve a villamosárammal kapcsolatban. Hát nagyon-nagyon meggondolandó ilyen árak mellett, illetve az öntözés meg a villanyszámla. Szóval nagyon sok összetevője van, de egy biztos igaz, hogy öntözés nélkül, ha igaz, amit jósolnak, hogy a következő év még szárazabb lesz, meg még melegebb, akkor szinte, tehát erre nem úgy például, hogy a napraforgó is ennyire megsínlette. A kukoricárakról most rebesgetnek ilyen 12 000, 14 000, 10 000, de az, hogy nem is itt az árról van szó, hanem az, hogy nincsen kukorica, tehát itt egész Tiszántúlon szinte elenyésző, ami van, sőt már a Dunántúlnak bizonyos részein is jelentkezik a csapadékhiány, olyannyira, hogy azt mondják, hogy csövek vannak rajta, csak a termékenyülés nincsen, mivel ugye a szemképzése nem volt csapadék. Nincs tehát tengernyi a tengeriből, az ára éppen ezért borsos. Egy cső csemege kukoricáért a piacon vagy az üzletekben 200 forint körüli összeget kérnek el. A jövő sem túl kecsegtető, az előállítás ugyanis csak drágább lesz. A növényvédő szerek ára több mint 3-szorosára emelkedett a tavainak, de a vetőmagot is többszöröséért lehet beszerezni, mint egy évvel ezelőtt. Ezek és a gyenge termésátlagok miatt várható az, hogy jövő évben jelentősen csökken a termőterületek nagysága szinte valamennyi növénykultúrában. Korszerűsítik a Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola épületét, az épület több mint 100 éves, de még mindig vannak benne eredeti elemek. A 300 millió forintos felújítás egész évben tart, de a tanítást nem fogják zavarni. Felújítási munkálatok a Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskolában. Az Alpár Ignác tervei alapján készült épületet 1892-ben adták át. A több mint 100 éves műemlék dísztermének restaurálása még zajlik. Ez komoly kihívást jelent a szakembereknek, hiszen eredeti tervek hiány egy archív fotó alapján próbálják helyreállítani ezt az impozáns, várostörténeti szempontból is egyedülálló teret. A legnagyobb kihívás az eredeti festés visszaálmodása volt. Voltak tervek, voltak elképzelések, de azt az intézmény nem igazán tudta volna támogatni. Mindig azon gondolkodtunk, hogy lehetne a legősibb formákat, színvilágot megvalósítani. Sajnos nem találtunk terveket. Az intézmény mindent megtett, hogy eredeti terveket felleljen. Még Nagyváradon is végezte kutató munkát. A Magyarországi Evangélikus Egyház levéltárában, a Műszaki Egyetemen sehol nem találtunk eredeti terveket. Egy eredeti fotónk volt, egy nagyon régi fotó, amelyből kiindultunk, és annak a mintázatát átvizsgálva, kielemezve döntött úgy a tervezői tím, hogy megpróbáljuk rekonstruálni az eredeti festést.
Ahhoz, hogy azt megvalósítsuk azonban, a díszterem plafonját, tetőszerkezetét is érintő beavatkozásra volt szükség, ezért egy picit a munkálatok álltak is, mire a végleges megoldásokat megtaláltuk. Így kerül majd sor reménység szerint hamarosan az eredetihez nagyon hasonló rekonstrukciós festésre. Tervünk az, hogy 2022. december 31-én, vagy azt megelőzően már itt tudjunk karácsonyt ünnepelni. Akkor, amikor megálmodtuk a díszterem felújítását, abban is gondolkodtunk, hogy legyen korszerű, minden igényt kielégítő. Éppen ezért megterveztettük a fűtés és a hűtés klimatizáció munkálatainak a kivitelezését, a színpadi megvilágítást, egyéb megvilágítást, és egyéb audiovizuális technikák beszerelését, mindezt úgy, hogy ne legyen látható nyoma, hiszen a műemléket védeni kell. Az intézményben több beltéri ajtót is rekonstruálnak. Ezek egy része eredeti, vagyis az 1890-es években már használták. Biztos, hogy vannak köztük eredetiek, mert azt a műemlékes szakértők is megerősítették. Az osztálytermek ajtajai már cserére kerültek egy energetikai felújítás kapcsán. Az eredeti műemlékajtókhoz akkor nem nyúltunk. Ezek 21 darab összesen, mindkét szintet kitéve, itt a dísztermi ajtók is vannak közte. Az ajtók különleges kiképzésűek, műemlékvédelem alatt állnak, és van, ahol teljes csere, újragyártás is megvalósítható van, ahol javítás lesz. 21 darab ajtó, ezek főleg a folyosókat záró ajtók, a középső traktus felől, illetve a lépcsőházak felől, illetve egyes irodák ajtajai, belső ajtók is vannak köztük, amelyek általában dupla szárnyasak, szépen megmunkált nemes fából készült ajtókról van szó. Ezek felújítása, illetve cseréje lesz folyamatban. A beltéri munkálatok mellett a külső homlokzat is megújul. Teljes körű a homlokzat felújítás volt, már itt részbeni homlokzat felújítása, amikor az utólagos vízszigetelést megoldottuk, a vízesedés problémáját megoldottuk, de az egy körülbelül 1,60-1,80 magason volt csak körbe a homlokzaton. Most a teljes körű homlokzat az valóban a külső-belső utcafronti részt is érinti, az oldalsó falakat. A hibás lazult párkányzatok javításra kerülnek, és új festést kap, illetve új lábazati színezést. A cél az volt, vagy a terv, hogy ebben a luteri környezetben az itteni evangélikus intézményekhez hasonló színezést kapjon az iskola is. Így vettük alapul a templom színét, és ahhoz hasonló szint szabtunk ki magunknak, és ahhoz hasonló szint is sikerült előállítani. Reméljük, hogy a gyerekek és a tanulók is értékelni fogják, és azért, amennyire tudnak, vigyáznak majd rá, megbecsülik az iskolájukat, és vigyáznak a közös értékeinkre. A mostani, az elmúlt évek egyik legnagyobb fejlesztés sorozata az intézményben. Az épület együttes korszerűsítése azonban 2001 óta folyamatos. 2001-ben költöztünk be ide véglegesen, Magyarországi Evangélikus Egyház folyamatos segítségének köszönhetően ma már oda jutottunk, hogy a külső homlokzati felújításig eljutottunk. Ezt megelőzően számos belső projektünk volt, tudatosan építkeztünk, tudatosan terveztünk. Első lépésként meg kellett oldani az épület utólagos vízszigetelését, és utána gondolkodhattunk egyéb beruházásokban. Ez nem csak az épület állagán javított, hanem a belső eszközöket is korszerűsítettük. Legnagyobb mértékű volt a belső korszerűsítések közül a digitális korszerűsítés. Minden tantermet felújítottunk, új tanulói bútorzatot szereztünk be, mindenhová digitális táblát helyeztünk, internet elérését is biztosítottuk. A főépületen kívül gondoltunk az egyéb épületekre is, melléképületekre is. Megtörtént a tornaterem felújítása, nyilászáróinak teljes körű cseréje, a fűtés korszerűsítése. Ugyanígy sor került az ebédlő és a konyha épületének korszerűsítésére, ki tudtunk alakítani abban az óalaki melléképületben egy fejlesztő szobát. Ezzel lehetőség volt egy plusz helyiség folyamatos használatára. Szükségünk is van arra, hogy helyiségeket nyerjünk meg, hiszen nagyon nagy mértékben megnőtt az iskola létszáma. Jelenleg 488 a tanulói létszám. Sok helyiség kell az angol kéttanítási nyelvű és természettudományos csoportok bontásához, megfelelő körülmények biztosításához, a tanulók elhelyezéséhez.
A belső munkálatok tehát idén még kitartanak. A tanítás rendjét azonban nem zavarja majd a felújítás. Nem tervezünk különösebb változtatást, kezdünk szeptember 1-én. Nagyon rugalmas a kivitelező is, nagyon együttműködő, tehát tényleg partnerként tekintünk egymásra, és minden iskolégényt igyekeznek figyelembe venni, és azt szerint ütemezni és eljárni. Úgy gondolom, hogy a tanulókkal nem kell költöznünk a díszterem környezetéből, meg tudjuk oldani tanteremkiváltással, esetleg órarendkészítéssel, átütemezéssel, tehát nem fogja befolyásolni a tanulóknak az előrehaladását, a tanév teljesítését, a szorgalmi időt. Így tervezzük, remélem, hogy így is lesz, így is marad. Az átfogó beruházásra összesen mintegy 300 millió forintos egyházi forrás áll rendelkezésre. Ebből közel 60 millió forint az intézmény saját költségvetéséből származik. Az önrészre a tető átalakítása során előállt többletkiadások miatt volt szükség. Elkezdődött a szerződéses határvadászoknak jelentkező képzése Nyírbátorban. Azokat várta a rendőrség, akik kedvet éreznek a határvédelemhez. Az oktatás indításán Kerecsen József is részt vett. Az ünnepélyes képzés indítóra a határvadász század állomány együtt áll. 55 jelölt kezdte meg kedden határvadász tanulmányait Nyírbátorban a készenléti rendőrség kelet-magyarországi határvédelmi igazgatóságánál. Júliusban indította el a toborzást a hatóság, országszerte több százan jelentkeztek a képzésre. A jelentkezéshez 4 kritériumnak kellett megfelelni: magyar állampolgárságú, büntetlen előéletű, 18 és 55 év közötti nőket és férfiakat vártak legalább általános iskolai végzettséggel. A 27 éves Claudia korábban már érettségizett belügyi rendészeti ismeretekből, ez azonban számára is új kihívás. Azért döntöttem úgy, hogy határvadász leszek, mert úgy gondolom, hogy ebben a képzésben nagyon nagy lehetőség rejlik, mind karrier témában, akár az ország védelmében is, úgyhogy én úgy döntöttem, hogy határvadász leszek, és mindenkit erre csak bátorítani tudnék. Én a Vajádem gimnáziumban jártam, ott belügyi rendészetiből érettségit raktam. Már akkor vonzott a rendvédelem, hogy a rendvédelem tagja lehessek, azonban ez nem valósult meg, és most úgy érzem, hogy itt az ideje, hogy igen, a rendvédelem tagjává váljak. A parancsnokaink azért felvilágosítottak arról, hogy nem egy egyszerű lépés lesz ez sem nekik, sem nekünk. Nagyon sok tananyagot kell átvennünk, nagyon sokat kell tanulnunk, mert azért ez a 4 hetes képzés nem egy nagy időnek számít, tehát nagyon sokat kell tanulnunk, és nagyon sokat kell felkészülnünk. A 26 éves Ádámnak szintén volt már előismerete a rendvédelemmel kapcsolatban. Rendészeti előképzettséggel rendelkezem, mivel a Budai Nagy Antal szakközépiskolában jártam Nagykálóban, viszont az életem teljesen másfelé irányult, és ez egy nagy remek lehetőség volt arra, hogy visszatérjek a rendészeti pályára. Előzetesen a tévéből értesültem a képzésről, aztán kaptunk a jelentkezéskor egy részletes tájékoztatót arról, hogy mire kell számítanunk, milyen kötelezettségeink, illetve feladataink lesznek. Nagy szükség van a határvédelem megerősítésére, idén ugyanis tovább fokozódott a migrációs nyomás az ország déli határszakaszán, mondta el Tarcsa Csaba, a készenléti rendőrség parancsnoka. 12 ezer volt a feltartóztatások száma 2022-ben eddig, 15. évvel bezárólag, ami a tavalyi év egész évében ugyanezt a számot mutatja. Ugyanekkor a mértékű növekedést mutatnak a büntetőeljárások az embercsempész eljárásokban, ahol közel 1100 büntetőeljárást kezdeményeztünk már, tavaly ugyan ekkora számot produkáltunk egész évben. Én azt gondolom, ez nagyon látványosan mutatja, hogy milyen tendenciákat követ a migráció Magyarországot érintően. 254 esetben történt baleset azon intézkedéseink során, ahol menekülőre fogták az embercsempészek Magyarország közútjain, a rendőri intézkedések alól így akartak kibújni, kivonni magukat. Én azt gondolom, hogy ez a közlekedés biztonsága szempontjából is egy fontos, értékelendő számadat.
Az is egy értékes adat, hogy nagyjából 260 esetben támadták meg kollégáinkat, tehát 260 hivatalos személy elleni erőszakban indítottunk eljárást a határőrizettel kapcsolatban, és olyan 38-40 kollégánk, és ide a honvédeket is beleveszem természetesen, történt személyi sérülése az ott szolgáltató teljesítő kollégáknak. Ezek az adatok egyértelműen mutatják az erőszakos jellegét, az illegális migrációnak és a növekvő tendenciáját. És hogy hogyan próbálunk eleget tenni ennek, annak az elvárásnak, hogy stabilabb legyen a közbiztonsági helyzet, a határhelyzet. Magyarország kormánya döntött 4000 új határvadász felvételéről, ehhez az anyagi technikai hátteret biztosította. A készenléti rendőrség keretein belül kerül kialakításra az új határvadász ezred, az ezred parancsnok személyek kiválasztásra került, a szádat parancsnokok kiválasztási eljárás során állnak majd össze. Jelen pillanatban már a legfontosabb pozíciókban a vezetőbeosztású kollégáinkat kijelöltük. Több mint 200-nyi határvadász kezdi meg ma tanulmányait, illetve már Csongrád megyében elkezdődött a múlt héten a képzés. Farkas József megyei rendőrfőkapitány arról beszélt, az itt élők a háború kezdete óta bizonyították rátermettségüket a keleti határszakaszokon, és készek segíteni egy más típusú problémában az ország déli részein is. Megyénk sajátos elhelyezkedése mintegy 245 kilométeres határszakasszal, de nem felejtsük el, a legnagyobb határszakasz az ukrán határszakasz, mintegy 138 kilométernek a védése, a román határszakasz egy 103 kilométer, és van egy szlovák határszakaszunk vízi, alig 5,1 kilométer. Tehát ennek a védése, a megfelelő ellenőrzése az a rendőrség, a határrendészetnek a feladatköre. És természetesen akkor, amikor a leendő kollégák, akikben sikeresen el fogják végezni ezt a bizonyos iskolást, szolgálatot tudnak állni azokon a helyeken, ahova terveztük őket, szerintem hatékony segítséget fognak tudni nyújtani megyénk és elsősorban Magyarország megvédése szempontjából. A képzés 4 hétig tart, erre az időtartamra a tanulók 300 ezer forintos bruttó bért kapnak, a készenléti rendőrség pedig ingyen ebédet és szállás lehetőséget is biztosít. A képzés végén elméleti és gyakorlati modulzáró vizsgákat kell teljesíteniük a jelölteknek. 4 hét, 4 modulban jelenik meg az ő szakmai felkészítésük, 3 modul teljesen elméleti, 1 modul pedig elméletigényes gyakorlat, illetve gyakorlat. A modulok leosztásában mind rendészeti, jogi, határvadász, speciális ismeretek és intézkedés, taktika, illetve lőkiképzési modulok szerepelnek, amelyet azt gondolom, hogy a központi terv alapján kiadott tematikából végig gondolva, illetve látva most már ennek a megvalósulása maximálisan biztosítja az ő szakmai felkészültségüket. Nyírbátoron kívül Szegeden, Debrecenben, Orosházán és Kiskunhalason indult már el a határvadász képzés. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!